Ebben a videóban egy olyan tekercs receptjét fogom nektek megmutatni, amitől garantáltan be fogtok zsongani. Nyugalom, senkinek nem lesznek emésztési gondjai. Ez a sós tekercs anyukám ünnepi asztalának elmaradhatatlan szereplője, és már évek óta én is újra és újra megcsinálom karácsonykor. Tavaly például a sminksúli karácsonyi bulián 12 lányból 10 kérték el a receptjét, a maradék 2 pedig vegán volt. Ez nem egy diétás finomság, ugyanis minden benne van, ami rossz. Fehér liszt, egy csomó margarin, bacon, sonka, de cserébe annyira finom. És mikor máskor ennénk ilyet, ha nem karácsonykor? A tészta hozzávalói. 25 dek a margarin, én ilyen vajas ízűt találtam, de persze a klasszik verzió is teljesen megfelelő. 25 dek a túró, ami lehetőleg ne álljon öklömnyi görcsökből, és 25 dek a búza finom liszt. Igen, tehát e három hozzávalóra egyforma mennyiségben van szükségünk, kell továbbá egy tojás is. Kimérem a lisztet, majd megy az edénybe a többi cucc is, és elkezdem őket egy egységes masszává összegyúrni. Előre szólok, hogy ez a folyamat egy kissé küzdelmes. Ha úgy érzitek, hogy a tésztátok még ragacsos, adjatok hozzá pici lisztet. Ilyen kis gömböcnek kell sikerülnie, ha megvan, takarjátok le, és küldjétek pár órára egy hűvösebb helyre. Mutatom is, mi megy a tésztába. Egy fej hagyma, 25 dek a csiperkegomba, a lehető legvékonyabban szelt sonka, amit csak találtok, két kisebb vagy egy nagy csomag bacon, sóbors, a végén kelleni fog még egy tojás és egy kis teavaj. Apróra szelem a hagymát, és egy kis olajon üvegesre párolom. Az egész főzőcskének az a leggyötrelmesebb része, amikor ezt a rengeteg gombát miniatűr darabkákra kell aprítani. Az aprítógép tapasztalataim szerint pépé zúzná, szóval kis mancsommal veszem kezdetét ennek a tortúrának. Ha végre megvan, mehet a hagyma mellé párolódni. Amikor elpárolgott a leve, nyomatok rá egy kis sót és egy picivel több borsot, majd egy kis darabka teavajat, hogy krémes legyen. A kipihent tésztát egy elegáns mozdulattal ketté választom, ennyi hozzávalóból ugyanis két tekercs készül. Téglalapszerűségre nyújtom, és elkezdem megpakolni a töltelékkel. Sorrendben ez így néz ki. Először jön a bacon, és én is tudom, hogy ez nem egy téglalap, nyugi, egyenesre vágom a széleit. A baconra megy a sonka, a tetejére pedig a gombamassza. Láthatjátok, hogy minden szélén hagytam egy kis szabad részt, sütés közben nehogy utat törjön magának a töltelék. Ha felcsavartam, ahol kell, összetapasztom. Megcsinálom a másik tekercset is ugyanígy, majd egy villával megszurkálom őket, egy felvert tojással bekenem a tetejüket, és mehetnek is a 185 fokra előmelegített sütőbe 40-45 percre. Megvárom, míg kihűl. Azt mondtam, megvárom. Na mindegy. Ti várjátok meg, amíg kihűl, és csak utána szeljétek fel. Ha tetszett a recept és megcsináltátok, akkor töltsétek fel Instára és jelöljetek meg rajta, ahogy azt annyian tettétek a tojásos kajáknál is. Jó étvágyat hozzám! Sziasztok!